Halló! Videó kettes próba. Úgyhogy alulról fölfelé veszik, tudjátok, ez már lement egy másik videóba is, hogy csereautóval vagyok, mert gyógyítják az én paripámat, és akkor itt nincs ilyen dashboard kütyük. De még mindig január 20-a van, mint az első videónál, és hogy nagyon érdekes spiritualista hölgy volt nálam, akiről arról beszélgettünk, hogy őt eddig még csak spiritualista emberek nyomták át a palánkon üzletileg, és hogy egyébként meg más esetekben ez nem szokott előfordulni vele. Mondtam neki, hogy megnyugtassam a lelkét, hogy nekem is eddig csak ilyen élményem volt. Tudjátok, a Bhakti Kutir bezárásához azért nagyon nagy köze volt ahhoz, hogy ott a két áldott szép jó ember engem átnyomott a palánkon, de elég meredeken. Most voltak kisebbek is, de azok meg ugye, azt az ember azért ki tudja gazdálkodni. És akkor elkezdtük ezt fejtegetni, és akkor volt egy nagy megvilágosodásom, és akkor azt láttam, hogy azzal nagyon-nagyon meg tudtam nyugtatni ezt a hölgyet, tehát hogy valószínűleg jól működik a rendszer ezzel. Azt találtam neki mondani, hogy mindenki arra felé görcsöl, meg mindenki arra felé hülye, ahol nincs meg a biztonságérzet. Ezt sokszor mondják, hogy sose szoríts sarokba egy állatot, mert akkor nem tudod, hogy mi fog kijönni belőle. Bekergetsz egy izét, egy kisegeret a sarokba, és akkor utána meg előjön egy ilyen bizonyos vadállat. Ilyen tigris. Szóval ez ugye ott van. És hogy ezek az emberek nagyon sokszor lehet, hogy egy más helyzetben értékrendileg nem is tennék ezt meg, viszont éppen egy olyan pénzügyi helyzetben vannak, hogy erre görcsölnek rá. És persze ez azt jelenti, hogy ha valaki spiritualista, és akkor ezt választja a helyet, hogy egy kicsikét más irányba mozdulna el, akkor persze ez megint csak egy ilyen nagyon érdekes találgatásra nyit teret, hogy akkor mennyi az ő hite valójában az ő spiritualis hozzáállásában, hogy ehhez a dologhoz kell fajulni, mert hogy nekem is voltak és vannak természetesen nehéz anyagi pozíciók, de sosem az a megoldás, hogy akkor én most valamit ellopjak, vagy valakit átverjek, vagy valakit megrövidítsek, hanem akkor azért vannak olyan elképzelések, hogy akkor mit lehetne csinálni. Én most a Covid idején is volt olyan időszak, hogy elkezdtem faggatni az egyik barátomat, hogy kajafutárként, hogy lehetne ezt az egész dolgot így működtetni, meg minden. Szóval vannak ilyenek, persze, és ez normális, az ember életében van ilyen. Viszont akkor, hogy mi a variáció, meg mi az, amit mi gondolunk, hogy mit kéne csinálni egy ilyen helyzetben, azt fogja majd megmutatni, hogy valójában hol van a mi hitünk, meg hol van a mi értékrendünk. Szóval nagyon sokszor ez egyrésztről abból fakad egy spiritualistától, mert hogy arra van éppen rágörcsölve, vagy az, ami igazából neki egy olyan nem biztonságérzettel párosuló terület az életében, hogy akkor akár itt ideig is hajlamos ő elmenni. De hogy tehát nem feltétlen az van, hogy az az ember rossz, hanem éppen a helyzet is adhatja ezt. És egy másik opcióban meg is, hogy persze van egy csomó olyan ember, aki spiritualistaként tetszelek, de egyébként meg meg hát igazából a spiritualizmusban a bizniszért van benne. Tehát, hogy és igazából nagyon sok embert látok a spiritualizmusban a bizniszért bent lenni azért, mert hogy ha belegondolsz, a legtöbb spiritualista tejbe tök, tehát hogy mindenki a halál hülye, főleg minél valami bonyolultabbá válik, szerződések, stb. Egyre hülyébb lesz mindenki, aki nagyon spiritualista ehhez. És akkor technikailag tessék parancsolni. Igen, csak átengedte egy aranyos hölgyet. És akkor ugye ott van az is, hogy akkor ilyenkor, amikor valaki egy kicsit egy ilyen kicsit fifikásabb, kicsikét ember, akkor meg ő azt gondolja, I'm gonna have a field day, ez nem, hogy mondják magyarul, akkor elmegyek kacsavadászatra, szerintem ez a magyar magyar megfelelője, hogy mindenki tök hülye, és akkor csak beállok, aztán lelövöldözöm a kacsákat, hogy jönnek a nádasba. Szóval nagyon sok materialista meg így gondolkozik, hogy akkor az ösmétisnek a fogok üzletelni, mert őket könnyű átnyomni a palánkon. Tehát igazából itt is vannak, persze, itt sem soha semmi fekete és fehér, ezt véletlenül sem gondoljuk, hanem egy olyan érdekes, hogy néha a helyzet kívánja meg ezt,
És akkor persze még itt van az, hogy akkor jól, de csak egy irányból mondjuk a dolgokat, tehát velünk is ezek a dolgok megtörténnek, hogy velünk meg miért történnek meg ez. Hát ez nekünk is tanítás, tehát hogy akik egy kicsit ilyen madárlelkűbbek, mint én, meg ez a hölgy is, nekünk is meg kell találni azt, hogy mi a sztori, tehát hogy mikor húzzuk föl a falakat, hogy mi az, amikor azt mondjuk, hogy oké, ez még belefér, fú, de ne haragudj, de ez már nem. Jó, és akkor ez egy ilyen érdekes, jó? Tehát jó, mert persze nem azt mondjam, hogy magyarázni nektek, hogy mekkora aranyos tündérmacék, és azért biztos, hogy vannak olyan karmikus dolgok, hogy nekem is el kell szenvedni, de hogy azért általában én inkább elszenvedek, és nem elszenvedtetek dolgokat másokkal. De tudjátok, azt már szerintem mondtam nektek korábban, hogy ez a fő, hogy ha spiritualisták vagyunk, és bármilyen izében vagyunk, kapcsolódásban bárkivel, akkor próbáljuk mindig kicsit többet belerakni, mint az a másik fél, és akkor azért igazából akkor se karmikusan nem vagyunk fogható, se semmilyen szempontból, mert akkor tényleg mindent beletettünk. És szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó ilyen jogi hozzáállás, hogy én mindig figyelem a másikat, tudatos vagyok az együttműködésünkről, és igenis hajlandó vagyok, és képes vagyok, hogy többet rakjuk bele, mint a másik fél. Jó, Ganésa még mindig szép, tudjátok, hogyha úgy tartom a kezemet. Igen, nagy medve kezem van, nagy mamlasz, és akkor azért ekkora gyűrű, de egyébként meg szerintem ezt láttatok a kezemen, csak nagyon szeretem a napot itt, ugye a kezemen. Jó, de akkor igazából ez, tehát hogy ez igen. Meg tudjátok, mindig az az ember tud minket jól átverni, aki ismer minket, aki nem ismer minket, azok nem tudják, hogy mi az értékrendünk, hol lehet belénk úgy belénk rúgni, hogy az fájjon. Mindig az az ember fog tudni minket egy kicsit jobban megsorozni, aki egyébként sokkal jobban ismer minket, mint az átlag. Jó? Ez ennyi volt, rövid omtatszat.